amikor az Európai Uniós szabály életbe lépett a ketrecekre vonatkozóan, akkor 2013-ban egy komoly áremelkedés volt, utána, hogy a termelők Magyarországon is átépítették az Európai Unió szabálynak megfelelően a férőhelyeket, akkor visszaállt egy kereslet-kínálati szintre. Januárban mindig vissza szokott esni a fogyasztás is, nyilván a karácsonyi ünnepek után meg az ár is, de az látható, hogy a fogyasztói ár kevésbé csökkent, mint a termelői átvételi ár. Talán kiegyenlítődik ez mondjuk február végére, ez a kereslet-kínálati viszony, ha nem, akkor lehetnek nagyobb bajok is, de azért az jellemző, nyilván, hogyha nagyon lemegy az ár, tehát ez a kereskedelemnek is gondolnia kell, akkor egyrészt tönkre mennek termelők, másrészt lecsökkentik a termelést, és akkor meg egy hiány fog föllépni, ami meg egy árnövekedést fog generálni. Tehát előbb-utóbb nagyon el kellene jutni, és ehhez a magyar termelők fegyelmezett piaci magatartására lenne szükség, hogy ez a kereslet-kínálati viszony alkalmazkodjon a fogyasztáshoz, és akkor nem lesznek ilyen, vagy legalábbis kevesebb hatása lesz egy ilyen túltermelési ciklusnak. Szándék az is az, hogy legalább annyi tojást termeljünk, amit elfogyasztunk. Ugye ez tavalyi évben volt először hosszú évek óta, amikor növekedett a letelepített tyúkok száma, és ezt nagyban korlátozza az, hogy az áfa problémás importtermékek jelentős mértékben rontották a magyar termelők esélyeit, illetve most az EKR bevezetésével és ennek alkalmazásával láthatóan javult a helyzet, tehát az import az tisztult, de ez nem fogja hosszú távon sem megoldani, többek között azért, mert más országokban, olyan országokban, honnan import érkezik ide, nincs meg ez az EKR rendszer. Magyarországon ugye megvan, ezt alkalmazunk is, ez valamit javított, de igazából a megoldás a 5%-os áfakulcsra való levitel jelenteni, tehát magyarul az biztos, hogy fehéríteni az ágazatot, és ez azt a növekedést talán meg tudná tartani, amit tavaly elértünk, azt a plusz 400 ezer letelepített tyúkot a korábbi 3,2 millióhoz képest. Ugye növekedtünk, hogy legalább az ne menjen vissza, hanem egy további növekedés lehessen. És az importot így talán ki tudjuk váltani, illetve ki tudnánk váltani. Nagyon időszakos a export, tehát jelentős export nincsen. Tojás termékekben, tehát tojáspor vagy létojás van inkább. Héjas tojásban, étkezési tojásban nagyon időszakosan és nagyon kevés. Tehát itt az import az jelentős viszont.